A cigány társadalom egy része felháborodott azon, hogy Orbán Viktor bevándorlóknak nevezte őket. Igaz, a miniszterelnök a roma szót vagy a cigány szót nem mondta ki. Járóka Lívia közben arról beszélt, a menekültek integrációja miatt nem jut elég pénz az európai mély szegénységben lévő lakosság felzárkóztatására, beleértve a romákat is. Mutatunk egy rövid összefoglalót, utána pedig Horváth Aladárral folytatom. Alaptalanok a vádak, miszerint Orbán Viktor és a magyar kormány idegengyűlölő lenne, írt a közleményében Farkas Flórián. A Lungodrom elnöke az ENSZ képviselőjének szavaira reagált, aki rasszizmussal vádolta a miniszterelnök környezetét. Kampánykörútja egyik állomásán Orbán Viktor azt mondta, Miskolcnak már van tapasztalata a bevándorlókkal, hiszen korábban sokan érkeztek a városba Magyarország területéről. Sokak szerint ez burkolt cigányozás volt a kormány fő részéről. Eközben Járóka Lívia arról beszélt, hogy az Európába bevándorlók akadályozzák meg a helyi kisebbségek integrációját. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a menekülteknek járó összegek miatt egyre kevesebb jut Európa saját mélyszegényeinek. A Roma Parlament Egyesület elnöke Horváth Aladár a vendégem. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy velünk kezdi a ma reggeljét. Próbáljon nekem egy picit segíteni eligazodni ebben az egészben. Orbán Viktor tesz egy kijelentést. Ön, mint a Roma Parlament Egyesület elnöke, azt írja a Facebook oldalán a bejegyzésében, hogy minden maradék emberi erkölcsi presztízsét felszámoló miniszterelnök, és még fogalmaz még sok más dolgot is, miközben például Farkas Flórián cigányvezető, Járóka Lívia képviselő asszony nagyjából nem emel kifogást ellen, sőt, hogyha jól értelmezem Farkas Flórián szavait, nem is talál benne kivetnivalót. A miniszterelnök szavaival kezdjük, mert azok, akik támogatják őt, akik az ő tenyerébe lesznek, azok nyilvánvalóan őt védik nekünk, roma értelmiségieknek és közéleti személyiségeknek. Egy történelmi kontextusban kell ezt az egészet ágyazni. És azt lehet mondani, hogy aki belső migránsnak nevez minket, jelesül a miniszterelnök, az leválaszt a magyar nemzet testéről minket. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk a magyar nemzet részei, hiába 600 éve magyarok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor a legalább jó 800 ezer cigány mellére kitűzi a sárga csillagot. Ilyen már előfordult, a történelemben minden egyes alkalommal, amikor a cigányok ellen bármifajta népirtó erőszak történt, előtte bűnözőnek bélyegezték, idegennek bélyegezték, és harmadrengű állampolgárra minősítették. Ez a nyilatkozat, amelyben ugyan ő nem említi meg a cigányokat, de a frakcióvezetője a következő napon egyértelművé tesz, hogy a miniszterelnök a cigányokról beszélt Miskolcon. Ez a nyilatkozat arról szól, hogy a cigányok nem részei a magyar nemzetnek, a cigányok azok belső migránsok. Ezt próbálja, vagyis ezeket a félmondatokat teszi egy egységes, hogy úgy mondjam, koncepcióvá az, amit egyébként már Járóka Lívia mond, a pesti srácoknak Bomberjackiben, hogy valójában itt három csoportról van szó, a belső migránsok és a külső migránsok, és az európai szegények, és ezek versenyeznek egymással azokért a szociális és gazdasági előnyökért, amelyet Európa nyújt. Tehát Járóka Lívia beszáll ebbe a történetbe, és nyilvánvalóan elsősorban a rasszista szavazók megnyeréséért a cigányokat nem magyarként, nem magyar állampolgárként, nem európai állampolgárokként, hanem egyfajta migránsként, tehát betolakodóként, bevándorlóként bélyegzik meg, ezzel leválasztják Magyarországról és Európa testéről a romákat, és így kezdődött a második világháborús népirtás. Na most ebben segítsen nekem megérteni, hogy Járóka Lívia, ugye ő a cigányságért dolgozó képviselő asszony. Fideszes parlamenti politikus. A miniszterelnök, aki ugye a Fidesz első embere, rejtett erőforrásnak nevezte a cigányságot néhány évvel ezelőtt. Farkas Flórián a gyűlésen azt jelentette ki, hogy a cigányság felzárkóztatásának előre lépésének a záloga az, hogyha a Fideszre szavaznak. Ők is értelmiségi emberek, és akkor, amikor roma értelmiségiekről beszél, akkor van egy társadalmi réteg, aki csak kapkodja a fejét, és nem tudja eldönteni, hogy akkor most kinek van itt igaza? Itt valószínűleg arról van szó, hogy egy kettős beszédről beszélhetünk. Az egyik az a cigányoknak szól, a polgárosultabb romáknak, az asszimilálódott, beolvadt cigányoknak, hogy szavazzatok a Fideszre, mert ha ti részeivé váltok a Nemzeti Együttműködés rendszerének, ez a rendszer megvéd benneteket.
munkát ad, lehetőségeket ad, stb. Az a néhány száz cigány ember, aki vállalkozik, vagy aki politizál és a Fidesz részévé vált, azok jól élnek Magyarországon. A több százezer cigány, akiket viszont ez a rendszer nem védett meg, illetőleg a teljes lehetetlenségben és nyomorban pusztulnak, azok pedig nem tagjai ennek a rendszernek, ők velük szemben folyik a nagyon durva uszító kampány. Rövid időnk van, legyen kedves egy picit megértetni velünk azt, és tudom, hogy személyében is érintett például, hogy Miskolcon egészen pontosan mi történt az elmúlt napokban, többször hallottuk a fészekrakó programot, az avas lakótelepet, mint korábban bármikor. Hányszor költöztettek be oda romákat, kik tették, milyen bűncselekmények történtek ezekkel kapcsolatban, tehát mi a feszültségnek a konkrét tárgya, azoknak is elmondhatjuk, akik nem miskolciek, akik nem élték át, illetve azok is tudhatják, akik esetleg ott élnek. A fészekrakó program arról szólt, hogy ügyvédi irodák, helyi önkormányzati tisztségviselők és banki emberek összefogva cigány alvilági figurákkal, lehúzva az állami támogatásokat, beköltöztettek nagycsaládos embereket a szavasi lakótelepre. Nagy népfelzúdulás volt ebből, a jobbikos, fideszes polgármester pedig kirakta őket a városból. A jobbikos polgármestere lett volna a Miskolcnak, segítsen nekem? Úgy értem, hogy a fideszes polgármester, aki sokkal rasszistább nézeteket val, mint bármelyik magyar jobbikos. Hogyha, ha és amennyiben már a miskolci polgármestert említette, olvastam a Facebook közleményét, azt mondja, hogy a munkás cigányok ellen indított hajtóvadászatot az elmúlt években a Romániából menekült Kriza Ákos miskolci polgármester és bandája, ön így fogalmazott. Ugye Kriza Ákos nagyváradi születésű Marosvásárhelyen végzett orvosról, tehát külhoni magyarról van szó. Akkor, amikor szóvá teszi ezt a belső migrációt, ön például, igen, akkor szerencsés kifejezése az, amit ön most a miskolci polgármesterről használ. Szembesíteni szeretném őt és Orbán Viktort azzal, hogy a miskolci polgármester ugyanolyan bevándorló, mint adott esetben én voltam 600 évvel ezelőtt, vagy az én őseim. Tehát az ember, aki migránsnak nevezi azokat a romákat, akik több száz éve ott élnek Miskolcon, akik 100 éve dolgoztak az iparban, akik fölépítették Miskolcot a háború után, az minimum cinikus és aljas ember. És ezekkel szemben, a cigányokkal szemben folyik hajtóvadászat évek óta, csak azért, hogy azt a pénzt, ami a stadion építésére van, azt meg tudják szerezni, egészen furcsa és különleges ügyek vannak ott, érdemes lenne jobban utána nézni a tényfeltáró újságírásnak. Miskolc belvárosában, a számozott utcákban 200 családot űztek el, ezeknek egyik fele elment Kanadába és politikai menedékjogot kapott. Ön több száz családról beszélt valóban, több száz? Több száz. 224 család volt, a szociológusok felmérése szerint most nincs 20. Nem úgy, bocsánat, ahogy Kanadába hányan mentek Kanadába el? Csak a számozott utcákról legalább 100 család, uh-huh. A másik 100 család pedig a Jukovölgyi gettóba, Magyarország egyik legnagyobb gettójába kényszerítették őket. Az egész városból, vagy a megyéből pedig fölteszem, hogy legalább 1000 roma család menekült már el. Tehát ez az egyik választási lehetősége a magyarországi cigányságnak, az uszítás, a kirekesztéssel szemben, hogy megkeres olyan országot, keres olyan vidéket, ahol nem bántják azért, mert magyar és cigány. Horváth Aladár, köszönöm szépen, hogy nálunk kezdtem a reggeljét. Köszönöm.